A Magyar Everest Expedíció 2017 célja a világ legmagasabb hegycsúcsának oxigénpalack nélküli elérése. A két hegymászó Klein Dávid és Suhajda Szilárd már az expedíció felénél jár, az alaptáborig pedig egy trekking csapat is elkísérte őket. Közülük Badár Sándor humoristát és Száraz Dénes színészt köszöntöm itt a stúdióban. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Hát azért már hazaértetek egy jó ideje. Milyen volt visszaállni? Melyik volt nehezebb, egy ilyen kellemes, jó környezet, még akkor is, ha igazi kihívás, vagy, vagy utána visszatérni ebbe az életbe? Hát, jó reggelt kívánok! Hát én nagyon jól érzem magam a hegyek között. Én vagy a természetes közegem tud lenni nagyon gyorsan, amikor megérkezek egy ilyen helyre. Talán, talán a vissza, vissza, a klimatizálódás az nekem nehezebb. Tehát sokszor jobban érzem magam a nem tudom, négyezer méterre, mint mondjuk a nagy körúton sétálgatva. Sanyi, <laughs> neked? <laughs> 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 hát szerintem visszaállni mindig nagyon nehéz, meg ö, általában én, hogyha keletről jövök haza, akkor, akkor mindig kell legalább egy hét, amikor így megpróbálom így a, az agyamat visszapakolni a magyar valóságba, ami nem megy könnyen, de itt meg még különösen még ráadásul megterhelt az élet azzal, hogy Katmandónak sikerült bevennem a 40 százalékos sporttartalmát, úgyhogy egy héten keresztül úgy léptem föl, hogy nem nagyon volt hangom. Közösségtől elnézést kérek, de egyébként úgy körülbelül, hogy amikor már visszajöttünk a hegyről, akkor nekünk még volt Katmanduba egy, egy bő hetünk arra, hogy visszaálljunk egy normál állapotba a, a, hegyi mi voltunkból. Vártuk béneséget, hogy, hogy minden oké okay -e. És és ott már, ott már helyreálltunk, tehát a szervezetünk már helyreállt. Egyébként nem nagyon éreztem odafönt ö, nagy oxigénhiány, pedig állítólag 53%-os, azt viszont éreztem, hogy minden, minden nap, minden lépés az igen <laughs> Na, hogy kezdődött? Kezdjük az elején. Hogy, hogy találtak meg titeket, vagy ti hogy találtatok ezt az egészet meg? Nénes, azért a te eseted azért egyszerűbb szerintem. Igen, azt itt talán, hogy kicsit utánam néztek és keresgéltek embereket, hogy kit hívnak meg ebbe a, a trekking csapatba, akkor azt úgy talán lehetett rólam tudni, hogy így azért terepen futok, meg van közöm a hegyekhez, én végeztem sziklamászó, magas hegyi, meg alapfokú tanfolyamokat. És amellett, hogy ismert az arcom, te jó, de jó, az jó dolog, hogyha rész, benne vagyok ebbe a trekking csapatba, amellett hiteles tudok lenni ilyen szempontból is. Sanyi, te? Én hát én valószínűleg az, az pont azért, mert hiteltelen, tehát én <laughs> benne nem tudtam elképzelni, hogy én ilyen magas egyre föl tudok mászni, viszont azt tudták azok, akik, akik megkértek erre, hogy mindenfajta őrült dologban benne vagyok szívesen. És valószínűleg ennek volt köszönhető az, hogy, hogy felkértek arra, hogy egyáltalán álljak mellé ennek a dolognak. Na, de amikor megkerestek, ahogy? Hogy fogadtad? Nem volt hosszú rábeszélés, ittunk egy kávét, mondták, hogy amíg megiszem addig tudok gondolkodni, és akkor, és utána már igen mondtam, tehát az, 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 utána már a név kötelezi az embert. Aztán persze, ha hazamentem, akkor családnak előadtam a kis tippemet, hogy, hogy mire vállalkozom, és akkor utána jött egy olyan négy hónapos lebeszélő, Kirult, hogy hogy nem kéne ezt megcsinálni. És akkor mondtam nekik, hogy teljesen értelmetlen már ő beszélgetni, mondom, mert már oda magam. És onnantól kezdve már csak fel kell készülni. Nekem ez a felkészülés időszak volt, ami kiesett egyébként. Tehát így magyarul úgy indultam neki, hogy Fogalmam sem volt róla, hogy a magas hegyen hogy kell viselkedni, nincsenek sziklomászó tapasztalataim, sem vizsgám, meg ilyesmi. Viszont, viszont van egy csomó olyan barátom, akik jártak ilyen környezetbe, leültünk, elkezdtünk beszélgetni, és én nagyjából mentálisan készültem erre a dologra föl. Az orvosok akkor kaptak infot, és meg akkor kérdezték, hogy edzettem, nem Mondom, voltam kétszer szaunába. De de, 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 nem is tudtam, hogy hogy kell felkészülni rám, mert Elkezdtem futni, mondták, hogy nagyon valószínű, hogy nem fogok futkározni a hegyen. Utána, akkor erről le is tettem nagyon gyorsan egyébként, itt 15 méter után, akkor, akkor utána elkezdtem hegyet mászni, amin hát velünk, velünk szemben van Visegrád, úgyhogy oda mentem föl kétszer. És akkor megkaptam a mászóbank ami egy felvetegesen jó dolog, nagyon-nagyon jó készítmény. Csak én nagyon megszoríthattam, mert úgy megszorítottam, hogy azonnal tudtam, hogy milyen lesz a légszony, mert nem kaptam szinte levegőt se. És akkor utána le is tettem ezekre a mászkálásokról, gondoltam, hogy a mély víznél nincsen jobb. <laughs> Mi volt az, ami leginkább váratlanul ért mondjuk téged? Te már ismerted, tudtad, hogy nagyjából milyen lesz, mennyire tudhatok együtt menni a hegymászókkal, ugye Dávidékkal, és, és aztán mi volt az, ami, ami tényleg ugye, igazi nagy élmény volt, amire hogy nem számítottál, pedig már van benne tapasztalat? Hát ami váratlanul ért, az például az, hogy mindenki, a, a csapat minden tagja, ő, ilyen jól bírja. Tehát szerintem ö, például Sanyi legjobban saját magán lepődött meg, hogy, hogy ez ilyen, mert egy kicsit, ö, szóval azért veszélyesebbnek van ez gondolva, mint ami. Az alaptáborig Igen, is. persze, természetesen. Tehát hogy van ez a két hét, ez az Everest trekking, ami egy... Nem azt mondom, hogy kiépített út, de egy olyan szépen karbantartott, hogy is mondjam, ilyen túraösvény, sziklaösvény, aminek vannak veszélyes részei, tehát figyelni kell, hogy hová lépünk, de például nem is tudom, kilométerenként vannak olyan, olyan helyek, olyan házak, ahol lehet vizet venni, vagy lehet enni valamit, tehát ez már fel van készülve a, a turistákra ez az egész útszakasz. Számomra az volt meglepetés, hogy ugye ilyen extrém körülmények között, szélsőséges körülmények között vagyunk 14-en együtt, akkor mindig jöhetnek konfliktusok, vagy valaki valakit kevésbé bír elviselni, vagy ilyesmi, ilyenkor nagyon kiéleződnek ezek az emberi kapcsolatok, ezek a helyzetek, és nem történt ilyen. Tehát mindenkivel én például nagyon jóba lettem, és mindenkivel, tehát nem volt, nem volt, nem volt probléma az emberek között, ami szerintem ritka. És, és ez volt nekem egy ilyen nagyon kellemes meglepetés. És igen, a Dávidékkal együtt mentünk, tehát Szilárd és Dávid például minden egyes lépéssel azok arra koncentrált, hogy felkészüljenek magára a Montevereszre, ezért nagyon lassan mentek, minden erőjüket beosztva. Úgyhogy végig együtt mozogtak a csapattal. Mennyire lehetett érezni, és esetleg rátok is figyelnek, hogy ez bizony az, az expedíció része, hogy valamilyen szinten népszerűsíteni kell magukat, és a cél, amit el akarnak érni, ez egy picit később kezdődik majd. Egyrészt az, az nagyon jó dolog volt látni, meg átérezni is, hogy profikkal vagyunk együtt. Tehát a, tényleg nekem is ugyanez volt a tapasztalatom, hogy egy, egy, egy ennyire közös célért dolgozni úgy, hogy mindenki feljutassa a másikat leginkább, nagyon ritka dolog az ilyen, és, és az, hogy tényleg nem, nem voltam ilyen környezetben még, de tapasztalni azt, hogy hogyan készül föl fejbe, lélekbe és testbe két olyan profi, akik, akiknek egy elég különleges célja van, ami azt lehet mondani nyugodtan, hogy a világnak a, 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 a krémen a hab teteje. mert nagyon-nagyon kevesen próbálkoznak meg ezzel, hogy oxigénpalasz nélkül, ott a hegyen, hogyha valakinek mondtuk már, az, az azt mondta, hogy azt a neki. Tehát egy nagyon komoly dologba vettünk részt, úgy, hogy tényleg kézzelfoghatóan látni azt, hogy valaki minden energiájával és azon van, hogy, hogy, hogy fog majd felérni a csúcsra, és nem akarja elveszíteni az energiájának a milligramját se, az nagyon érdekes volt. És próbáltam velük lépést tartani, azt jelenti, hogy nem gyorsan, hanem olyan lassan menni, attól, hogy nagyon elfáradtam, hogy azt el nem lehet mondani, mert nem lehet ilyen lassan menni, mint amilyen lassan ők mennek. De utána, amikor Dávid a esténként beszélgettünk, és akkor kérdeztem tőle, hogy ennyire lassan kell menni, és azt mondta, hogy annyira lassan, hogy az, csak az orrán menjen be a levegő, meg azon menjen ki, mert ha a száján viszi, akkor elveszíti az energiájának a 70 át éppen ezért nem égeti az energiát. Hát ez nagyon érdekes volt. Azon kívül persze minden olyan környezeti hatás, ami ott a hegyen éri az embert, mert, mert van, az mind abszolút pozitív, a tájnak a gyönyörűsége, hogy az ember, amikor túl van a saját halálán, és akkor öt méterenként fölnéz, akkor mindig belekerül egy orgazmusba, az, az csodálatos, úgyhogy úgy, hát nagyon-nagyon sok mindent tud visszaadni. Amellett, hogy persze a, a halandók, akik nem profik, azoknak még ez a kiépített út is egy elég kemény, Hát azért ráadásul ugye 56 km és 2500 méteres szintkülönbség, tehát föl le kellett azért menni, hát hogy az 2500 az, az úgy néz ki, jó, hogy 1000 le, 1600 fel. Igen, azért, tehát, tehát hogy azért minden, minden, nem csak az, hogy minden. egyenletesen fölfelé, mert szerintem föl le, föl le. tehát azért ez lehet, hogy egy kicsit több felkészülést igényelt. Az volt. éjszakák tudtak lenni, azok megadta, magát. Az éjszakák tehát. voltak a -e? nehezek? Hát az a, az a halvás, az, amikor 4000 fölött már lefekszik az ember aludni, akkor és ilyen 0-2 fok van általában ezekben a menedékházakban, nincsen fűtés, hálózsákokban alszunk, és sokszor volt, hogy éjszaka felriadtunk azon, hogy kapkodjuk a levegőt. Tehát ott, amikor nem tudod tud magad kontrollálni, és akkor hirtelen vannak egy, van ilyen légszomj, és akkor abból nehéz. Tehát éjszaka ne megerőltető volt kimenni vécére, vagy fölébredni egy álomból, mert valahogy azok, azokat nem tudtad figyelni az, hogy hogy veszed a levegőt, és akkor, akkor kapkodtad, és akkor volt egy ilyen kicsi, kicsi pánik. Dénes, de ráadásul te elmentél még egy még magasabb helyre, tehát 6189 Igen, egészen pontosan. Hogy... Igen, ez az Island Peak, 6190 méter, és nekem... Tehát az volt a nagy álmom, vagy tervem, hogyha eljutok erre az Everest trekkingre, akkor, akkor fel tudjak mászni egy hegyre. És ez az Island Peak, ez egy olyan felkészültség, ami, ami nekem van, ez, tehát ez teljesíthető egy ilyen felkészültséggel, és Mahai Balázs fotós barátommal és Furba nevű vezetőnkkel megmásztuk ezt a hegyet. Úgy volt, hogy tizedikén levonult a csapat nagy része Katmandóba és mi még ott maradtunk négy napig, és az időjárás fantasztikus volt, és szépen meg tudtuk mászni ezt a hegyet. Ennek is van egy alaptábora, 5000 méteren és hajnal kettőkor éjszaka kell elindulni, és majdnem 12 órás mászás fölle. Kicsit szerénykedik egyébként, mert a vége az nagyon kemény. Ez egy kemény hegy, ez egy kemény hegy tehát ugye azt mondom, hogy a mi fel, tehát ehhez felkészülnek kell lenni, tehát egy bizonyos tapasztalat kell ehhez a hegyhez, csak úgy nem lehet erre felmászni. Tehát ö, meglepően, so, meglepően nehéz volt sok helyen. Hát azt hiszem, hogy órákig tudnánk még erről beszélni. Igen. <laughs> de sajnos az időnk véget ért. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és gratulálok még egyszer, hogy sikerült. Köszönjük. Köszönöm szépen, és, és szurkolunk a szilárdnak.